Megállapítom, hogy az ülésen 19 képviselő, a megválasztott képviselők több mint fele jelent meg, tehát a testület határozatképes. Az ülést megnyitom. 19 jelenlévő képviselővel határozatképes volt a városi júniusi rendes közgyűlése. 33 napirend várt a testületre, melyek közül igazából a helyi személy szállítási szolgáltatással kapcsolatos előterjesztés tűnt a legérdekesebbnek. Ezúttal ezzel kapcsolatban nemhogy vita, de még hozzászólás sem volt pénteken. Borkai Zsolt előterjesztéséből kiderült, hogy ismét csak az eddigi szolgáltató, az ENKK adott be ajánlatot, így további egy évre a társaság láthatja el a helyi tömegközlekedést. Ennek fejében a korábbinál többet fizet a város, de a drágulás nagyrészt abból adódik, hogy az ENKK 2020. júliusától 22 új csuklós buszt állít üzembe Győrben. Ez a polgármester szerint előrelépés az itt élők számára, hiszen javítja a komfortérzetet és növeli a menetbiztonságot is. A képviselők elfogadták a hulladékgazdálkodási rendszerről szóló előterjesztést is, ezzel kapcsolatban az önkormányzati társulás elnöke Borsi Róbert kiemelte, a nehézségek ellenére jó munkát végeztek és pozitív a jövőkép is a témával kapcsolatban. Döntött a testület arról is, hogy egy-két éven belül minden igényt kielégítő extrém sportpálya épül a marcalvárosi víztoronynál, amihez pályázaton igyekszik forrást szerezni a város. A Város Stratégiai Bizottság új külsős tagja is esküdtett a pénteki közgyűlésen, amely végül rekord idő alatt, mindössze 29 perc alatt tárgyalt és bólintott rá 33 előterjesztésre.